Na? Úgy nézel ki, mint egy bombát. Ausztrál kedvenc állatom. Figyelj, ami jó, az jó. Tehát ezt kell tovább keresni. Mindenki keresztbe ismerkedik egy műfajjal, ami nem az anyanyelve. A lábam fázik, és akkor felvennék egy zoknit, ami... Ez az opera valamikor mélyebb értelme. A műnek lesz egy olyan olvasata, ami hivatásos opera játszásban valószínűleg nem áll már. Lássák, hogy mit kell kiállnom. És különösen, hogy mit kellene kiállnom egy valódi operaházban, egy valódi primadonna mögött. A kisebb szereplő azt javasolja, hogy mi alatt őnek én az az ezer tűzű halál! Mi ezt szeretnénk, hogy egy ilyen akármi történhessen, a lehető legjobb értelemben mondom ezt. És megnehezíti azért az étkezést. Nem lesz semmi olyasfajta ügy, hogy akkor ez most itt valamiről, aki március 22-én nem volt itt, az valamit nem fog megérteni, ilyen erős szó sincs. Olyan megfoghatatlan, mi vélem történt. Igen, és itt rögtön elgondolkozunk az agyi képességéről a szereplői, megcsatnák, megfoghatatlan, ami vele történt. Minden jelenetre sor kerül, de mégis marad valami történetmesélő feladatos, bevonós jellege. Engem hogy ismer? Engem nem lehet ellen. Tulajdonképpen bejön Maci pajtáit, azt mondja, hogy nem tudtam mit csinálni. Szeretnénk megőrizni az egésznek a játékosságát. Főleg azért, hogy oldjuk egy ilyen előadáson óhatatlanul előálló ünnepélyes hangulatot. Mi ezt nem keressük, és nem. Aki ilyet szeretne, az elfáradhat az operaházba, és ott valószínűleg nagyon jól fogja érezni magát. Itt most mással foglalkozunk. Jó lesz.